Aggódó szülők gyűltek össze hétfőn a Miloš-Crnjanszki általános iskola udvarában, hogy békésen tiltakozzanak az iskola bezárása ellen. Jubinka Médigy, 6 gyermek édesanyja, mindannyian a Miloš-Crnjanszki általános iskolába jártak és járnak. Naravno da ne bismo želeli da se to desi. Moram da naglasim pored svega što je rečeno da je ovo škola koju deca vole. Deca vole da idu u školu, deca vole svoje nastavnike, svoje učitelje. Deca koje su završila ovu školu kad vide svoje učitelje razredne starešine, mi se svi izljubimo, ne samo deca, nego i roditelji i svi. A helyi önkormányzatok már 1 évvel ezelőtt tárgyaltak az Oktatási Minisztériummal az iskolahálózat ésszerűsítésének ügyében. Ennek alapján minden helyi önkormányzat köteles volt racionalizálási tervet készíteni, amely egyebek között tartalmazza a jövőbeni általános iskolás diákok számát, valamint különböző gazdasági és társadalmi tényezőket. Részletezték a szabadkai önkormányzat illetékesei sajtótájékoztatójukon. 11-12 školske je broj odeljenja u vežbovnici spao na 15 sa nekih početnih 25 koliko je imala 2006. godine i to zato što su odeljenja na mađarskom nastavnom jeziku tada prebačena u školu 10. oktobar i u školu Jovan Mikić. Znači ostala su samo odeljenja na srpskom nastavnom jeziku i zbog toga je onda škola prešla na jednosmenski rad. Az intézményben jelenleg 355 diák jár, azonban legalább 400-ra lenne szükség ahhoz, hogy megfeleljen a kritériumoknak. Az iskola épületét továbbra is oktatási célra használnák. Naš predlog je bio da se u zgradu osnovne škole u prostorije koje sada koristi osnovna škola Miloš-Crnjanski preseli srednja ekonomska škola Bosa Milićević. Obzirom da škola izvodi vaspitno-obrazovni proces u prostoru koji pripada jevrejskoj zajednici, koji je restitucijom pripao jevrejskoj zajednici, a mi imamo ogromnih problema, jer ova škola nema fizkulturnu salu. Az önkormányzat mostani terve szerint így ez a probléma is megoldódna azzal, ha a középiskola szeptembertől a Miloš-Crnjanszki általános iskola épületében működne tovább. Az iskolahálózat racionalizálásának egyik jelentősége egyébként, hogy ne csak Szabadkán, hanem egész Szerbia területén lehetővé tegyék az erőforrások hatékony felhasználását.